Romhányi József, interjú a farkassal. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér, én leközlöm, olvast. Igaz volna, Amavád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese. Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát? Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, Szabóca és piskóta, s mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamóca lé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam önnél szabály, hogy csak friss húsárót Kacsa! Füvet rágok, lomhán, legelészve, zsengít, hogy a gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz önnél a juhus is tiltva? Eddig. De erről már nem írhatsz, te birka.